Jövendékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Folytassuk tovább az imádságot, testvérek, imádkozzunk. Áldunk és dicsérünk téged, mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, aki szentségben és magasságban lakozol, de az alázatos és megtört szívűvel is vele vagy. Dicsőítünk téged, hogy ez a Zoom szoba szent helyé változhat a te jelenléted által. Téged hívunk erre a mai estére is. Te adj áldást, igét, szent lelket, védelmet az ige hirdetőjének és hallgatóinak. Őzd el innen az ellenségnek minden hatalmát, és mutasd meg rajtunk és általunk a te szabadító, megerősítő hatalmadat a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, folytatjuk tovább az Efézusi Levél tanulmányozását, a mai napra kijelölt ige szakaszunk, az Efézusi Levél 3. fejezetének a 14. versét olvasom. Hallgassuk hittel, figyelemmel Isten igéjét és a róla elhangzó bizonyságtételt. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az elmúlt héten a csüggedésnek a gyógyszerét kínálta a mi számunkra, a mi Urunk. És hát legyünk őszinték, hogy nagy szükségünk is volt erre a gyógyszerre, és van is. Hiszen Isten előre kínálta akkor, amikor már ő tudta, hogy mi fog pár nap múlva történni a fehér gyarmati testvérekkel. Mindannyian ott voltunk és hordozzuk őket. Fekete Károly püspök úr így ír az ő előterjesztésében: én nem emlékszem arra, hogy az elmúlt 3 évtizedben ilyen ügy tárgyalására került volna sor. De az ügy nem csak azért egyedi, hanem azért is különös súlyú, mert az egyházmegye legnagyobb egyházközsége és az illetékes egyházmegye közötti súlyos feszültséget eredményező vitához kapcsolódik, és emiatt az egész egyházkerület békéjét is érinti. De ez, ami fehér gyarmaton történt, ez az ügy idézőjelbe, ez mindezen túl azért is szomorú, mert az történt, ami a II. Világháború utáni ébredéssel elpróbálta elfolytani az egyház. Most már tudsz beszélni, akkor tud már beszélni, nem? Az egyház elzárkózott, most is, és kidobta magából nem csak a fehérgyarmati presbitériumot a lelkészével együtt, de ezáltal nemet mondott az ébredésre is. De kedves testvéreim, csüggedésre akkor sincs okunk, mert Isten ezt, ami történt, hisszük, hogy Guszti testvérünk javára, és a presbiterek javára fogja fordítani, mert Isten előtt ez nem lezárt ügy. Az ébredés folytatódik, és a holttenger meg fog gyógyulni, de a tócsák, a pocsolyák, azok sóksak maradnak, akik elzárkóznak az élő víztől. Az elmúlt alkalommal hallottuk, hogy Isten a félelmeinket és csüggedéseinket akarja elvenni azáltal, hogy reális énképet, önértékelést ad nekünk a Krisztusban,
feltárja előttünk a Krisztusnak a titkát, feladattal, küldetéssel ruház fel, evangelizáljunk, oszlassuk a sötétséget, megmutatja nekünk az egyház igazi küldetését, amely nem más, mint Isten sokrétű bölcsességének a bemutatása. Miben áll ez? Abban, hogy Isten a világ bölcseit megszégyeníti, a világ által lenézetteket pedig felemeli. Megmutatja, hogy Krisztusban bátorságot kaptunk az életre, a bizonyságtételre, és szabad belépést a kegyelem királyi székéhez, amikor segítségre van szükségünk. Kedves testvéreim, a mai naptól fogva Pál apostolnak az imádságát fogjuk tanulmányozni, és ennek a tanulmányozásnak az a célja, hogy hatalmasan megerősödjünk a belső emberben az imádság, az ige és a Szentlélek által. Úgy gondolom, hogy nem kell különösen részleteznem, hogy mennyire szükségünk van erre a megerősödésre, a belső emberünknek a megerősödésére. Mert az elmúlt időszak az megmutatta az emberi élet törékenységét, láttuk a gonosznak az erőfitoktatását, de mindig tapasztaljuk az Istennek a hatalmát is. Szó szerint beteljesedett rajtunk, amit Spurgeon így fogalmaz, az igazakat megpróbálja Isten. Nem igaz hit az, amely nem ment át próbán. A kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból. Nem valamely véletlen vagy külső segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által. Ő szabadítja meg a benne bízókat. Isten szereti az Isten félőket, és mindig tudja, hogy hol vannak, és mi a sorsuk. Kedves testvérek, meg kell erősödnünk. Testünkben, lelkünkben, szellemünkben, az Úrban, az elhívásunkban, a küldetésünkben, és ennek a mai lépcsőjét kínálja az ige ezzel a címmel: ki előtt térdelsz, mi vagy ki az, aki téged térdre kényszerít. Így fejeztük be a múlt alkalommal, azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek néktek dicsőségetekre vannak. Láttuk, hogy Pál apostolt nem kényszerítette térdre sem Néró, sem a börtön, sem az üldöztetés, sem az éhség, semmilyen körülmény vagy erő, amivel találkozott. Őt egy dolog, egy személy kényszerítette térdre. És ez az Isten iránta való szerelme a Jézus Krisztusban, amely szorongatta az ő életét. Ezért meghajtom térdeimet. Nem a börtön körülmények, nem a nehézségek kényszerítették térdre, hanem Jézus Krisztusnak a szerelme. És aki Isten előtt térdel, az meg tud állni emberek és a változó körülmények között is. A pandémia, a betegség, a munkanélküliség, a szenvedések, az ördög támadásai sokakat térdre kényszerítettek,
és feladták a küzdelmet. Isten igéje ma bennünket bátorít, mi ne tartozzunk a feladók közzé, mert jól lehet előbb-utóbb valóban minden térd meg fog hajolni, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt levőké, de mi tartozzunk azok közzé, akik már most Isten előtt önként térdelünk, azaz neki adunk minden dicsőséget. De kedves testvéreim, tegyük fel a kérdést ezen a mai alkalmon, hogy miért adják fel olyan sokan a küzdelmet, a hitbeli küzdelmet? Mi erőtleníti meg a mi belső emberünket? Így is fogalmazhatnék, hogy melyek az imádságnak az akadályai. És itt Spurgeont hívom segítségül, aki nagyon szemléletesen ábrázolja ezeket az akadályokat, amikor azt mondja, hogy a imádságnak az első akadálya az a henyélő nyugalom. Isten gyermeke számára a legveszélyesebb a henyélő nyugalom, amikor kiengedjük a gőzt, elengedjük magunkat, átadjuk magunkat a semmit tevésnek. És hogy ez mennyire veszélyes, erre bőven találunk példát a Szentírásban, és a saját életünkben is. Gondoljunk Dávid botlására, aki a harc helyett ott henyél, és hatalmas bukás lesz a következménye. Nincs veszélyesebb a hívő ember számára, és a belső emberünk számára, mint a henyélő nyugalom. Az az állapot, amikor a hívő ember elkényelmesedik. Ezért adjunk hálát az ilyen harcos pillanatokért, tűzes helyzetekért, ahol Isten nem enged bennünket a henyélő nyugalomba. Kedves testvére, a második ok, ami megerőtleníti a belső emberünket, az a közömbösség, így fogalmaz Spurgeon, a langyosságnak a hernyói. Tudom a te dolgaidat, hogy nem vagy sem hév, sem hideg, így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. A közömbösség, a langyos lelki lábvíz a legveszélyesebb a belső emberre. Megerőtlenedünk ilyen helyzetekben. De miért válunk langyossá, közömbössé a másik ember és Isten irányába? Azért, mert beengedtük életünkbe a harmadik kártevőt, a világiasságnak a sáskáit. A világiasság sáskái először kicsiben jelentkeznek, ahogyan a teremtett világban is. Először megjelenik egy sáska, utána kettő, utána egy tucat, és végül mindent elpusztítanak. Így vagyunk mi is ennek a világnak a lelkületével, ami körülvesz bennünket. Az nem baj, ha körülöttünk van, hiszen Isten nem emel ki bennünket a világból. Egyház hajója is úszik a világnak a tengerén. De elég, ha egy kis léket kap a hajó, özönlik be a víz. A hajónak a helye a vízen van, de a víznek nincs helye a hajóban. A világban élünk, hat ránk a világ, de nem e világ szerint járunk. Ezért kigúnyolnak, bolondnak, naívnak tartanak bennünket. Nem baj. Ne engedjük be
a világiasság sáskáit a gondolatainkba, az életvitelünkbe, az életünkbe. Ahogyan Pál apostol figyelmeztet a római levélben, kérlek titeket az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda a ti testeteket, élő szent Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Aztán a következő kártevő az az élfhajhászásnak a férgei. Ahogyan a világi embert sem teszi boldoggá, sem a pénze, sem az élvezetek, úgy a hívő embert sem teszi boldoggá. Sőt. És végül meg kell említenünk még egy kártevőt, ez pedig nem más, mint a csüggedés, a kiábrándultság. Amikor nem az történt, amiért imádkoztunk, úgy érezzük, hogy az Isten nem hallgatta meg az imádságainkat. És ilyenkor sokan feladják az imádságot. Minek imádkozzam? Isten úgyse hallgat meg. Ezért meghajtom térdeimet, ami Urunk, Jézus Krisztusnak az Atya előtt. Miért imádkozom? Mi indítja Pál apostolt imádságra? John Stott így fogalmaz, Krisztus békéltető műve, és az, hogy ő Pál különleges kinyilatkoztatás révén megértette azt. Azért imádkozik, mert Jézusra néz, akiben van a mi bátorságunk, bizalommal való bemenetelünk az Istenhez, a benne való hitáltal. Mivel Jézusra néz, ezért nem magáért aggódik, hanem az efézusi hívekért. Ne csüggedjetek az én ti érettetek való nyomorúságom miatt. Miért imádkozik az apostol? Ordas Lajos ezt így fogalmazza meg, azért, mert ezt Jézusnál láttam. Az ő példája indított engem imádkozó életútra. Jézus az imádságból, imádság által élt. Ez volt életének a szíve, és tőle szeretnénk ezt eltanulni. Mi az imádság? Ordas Lajos így fogalmazza meg, én az ember olyan gyermek vagyok, akit rendeltetésem az otthonomból más országba, más földrészre vezet. Amikor hazúrról elindulok, atyámtól felhatalmazást kapok arra, hogy otthonommal levelezés útján tarthatom fönt a kapcsolatomat. Írhatok is, és választ is várhatok. Az imádság által a mennyei hazának, otthonnak a levegője beárad az életembe. Szerető szüleim, mennyei édesatyám, szerető Jézusom, és a drága Szentlélek szól hozzám, és állandó kapcsolatban lehetek a szeretteimmel. Emlékszem, hogy amikor kisiskolás voltam,
és édesapám elkészítette a szendvicset, akkor mindig azt mondta nekem, hogy amikor ezt előveszed, akkor hazagondolsz, hogy van egy szerető apád, atyád, akinek gondja van rád. Ez az imádság. Az ima bebocsátást nyer a mennyei trónhoz, az éj mély csöndjében, a serény munka közepén, a dél hevében és az est homályában. Fogalmaz Spurgeon. Csodásan fogalmazza meg Chambers, amikor így ér, mi az imádságot munkára való előkészítésnek tekintjük. Pedig a Biblia sehol sem mondja ezt. Az imádság arra való, hogy behatoljunk Isten kegyelmébe. Az imádság a leggyakorlatibb dolog, nem pedig a mi kegyességünk visszahatása. Végső soron az imádságból tanulunk meríteni Isten kegyelméből. És végül még egy kérdést teszünk fel a mai ige kapcsán, hogy hogyan tudom fejleszteni az ima életemet, hogyan tudok elmélyülni az imádságban. Hát legelőször úgy, ha nem adom fel. Ha tovább folytatom az imádságot akkor is, ha nem azt az eredményt hozza, amit én vártam. És ha nem megy az egyéni imádság, akkor kérjem a testvérek segítségét. Legyen egy imatársam, akivel együtt bátorítjuk, buzdítjuk egymást az imádságra, ahogyan a sport könnyebben megy, vagy a munka, ha ott van mellettünk valaki, így nagy segítség lehet az, ha van egy imatársunk. Ezért meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak az Atya előtt. Megerősít, elmélyíti az ima életünket, ha tudod, hogy kihez imádkozol. A Jézus Krisztusnak az Atyához. Ahhoz az Istenhez, aki minden hatalom, akinek a kezében van mindenki, de Jézus Krisztus által ez a mindenható Isten, ez a te szerető mennyei édesatyád, akinek gondja van rád. Nem csak annyi, mint egy földi szülőnek, aki egy szendvicset készít, felnevel bennünket, támogat addig, amíg mellettünk van, ő mindvégig ott van. Rajta nem fog az idő, az elmúlás, a hangulat, a lelki állapot, számon tartja a hajszálainkat is. Ott van az életünk hajójában. Akkor is, amikor viharban vagyunk. Ott volt a fehér gyarmati testvérekkel is. És hisszük, hogy az a hajó, az az élet, ahol ő ott van, az az élet nem süllyed el. Ő átvisz bennünket a nyomorúságon, a kísértésen, és győzelemre segít. Megerősíti az ima életünket az, hogyha nem csak a bajban, hanem szüntelenül kapcsolatban vagyunk a mi szerető atyánkkal. Ahogy Csaba testvérünk mondta, nem csak karácsonykor, egy évben egyszer, nem csak akkor, amikor nagy bajba vagyunk, hanem folyamatosan. Mert ha kapcsolatban vagyunk vele, megtapasztaljuk, hogy
szemeivel tanácsol, megőrzi lábunkat a csapdából, vagy kiszabadít, olyanná teszi a lábunkat, mint a szarvasét, és magaslatokon járat bennünket. Megerősít az, ha tudod, nem vagy egyedül. Isten a te atyád, az én atyám, a mi atyánk. Azaz szerető mennyei atyánk, és testvéreink is vannak a Jézus Krisztusban, akiket imádságban hordozunk, és akik bennünket is hordoznak. Csodásan fogalmaz Gyökösi Endre, amikor így ír: engedtessék meg nekem, hogy valami furcsát kérjek. Ne menjünk tovább, hanem álljunk bele ebbe az imádságba. Mint ahogyan beleereszkedhetünk egy kellemes hőmérsékletű medencébe, vagy a forró nyáron a Balatonba, és hagyjuk, hogy a víz lágyan körüllengje a testünket. Így álljunk bele ebbe az imádságba, és hagyjuk, hogy körül mosogasson bennünket. Álljunk bele ebbe az imádságba, hadd áradjanak át rajtunk az apostol megszentelt szavai. Ezért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt. A kérdések így hangoznak a következő Bibliaórán következő részéhez. Ki vagy, mi kényszerít térdre? Mi az imádság? Melyek az imádságnak az akadályai? És hogyan tudom fejleszteni, mélyíteni az ima életemet? Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük, hogy előtted arcra és térdre borulhatunk. És aki előtted térdre borul, az nem fog kiborulni, nem fog kiégni, nem fogja feladni a küzdelmet, és nem térdel le az ördögi támadások előtt, hanem ezeket is a te kezedből elvéve mindez a megerősödésünket szolgálja. Erősítsd meg a mi térdeinket, a benned való bizalmunkat. Most egy szívvel imádkozunk Guszti testvérünkért, a felfüggesztett presbitériumért, a lemondott szolgálattevőkért. Könyörülj meg rajtuk. Mutasd meg nekik, hogy te Úr vagy ebben a mostani helyzetben is. Adj nekik vezetést, megerősödést, és a te ígéreted szerint fordítsd a javukra ezt a helyzetet is. Annak nevében kérjük, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, és ő felmagasztal titeket. Amen. Thank you.